Sziasztok, Szabi, ez vagyok, és ez egy halloweeni külön kiadás lesz, azonban nem egyedül, hanem Lunával. Sziasztok, sziasztok! Na, szia! Üdvözöllek itt a stúdióban! Lehetek, tényleg megtisztelő számomra. A valós lángokban ne tenyerelj bele, mert az fájdalmas lesz. Jó, rendben, észben tartom. Ennek a videónak három darab része lesz. A legelső az, hogy Luna mit fogsz csinálni? Kisminkelni. Nem kisminkelni, arcfestés. Azért valljuk be, hogy 26 órán keresztül... Mi? Mit is 26 óra? Hát dehogy nem van, 24 plusz 2 órán. 26 óra. Tehát 26 órán keresztül járkáltunk egy bevásárlóközpontban, hogy találkozzunk arcfestékkel, végül találkoztunk. A második része a videónak az lesz, hogy nekiállunk sütipókot sütni, sütipókos brownie, ugye? Igen. Azt is igazából televásároltuk magunkat, hogy külön fogjuk csinálni, csak aztán találtunk ilyen brownie port. A harmadik részben pedig úgy fog áttorkollani a dolog, hogy nekiállunk tököt faragni a sütipók, csodapók sütés közben. Ne is húzzuk tovább a videót, induljon el a halloweeni special kiadás! Kezdhetem! És én festeném ki magad, nem? Nem. Vizuálom a képet. Fogom én, jó? Ráképzelem az arcodat. Fogom én. De nekem csak félig akarod megcsinálni? Igen. Ja, én azt hittem, hogy mindkét oldalt. Akkor minek vettünk 6 karton arcfestéket amúgy? Basszus, a nagy arcodat ezzel a kis izével nem fogom tudni. Hát majd akkor... A levetésedtől valamiért ilyen picikét elbizonytalanodok. Akkor lehet, hogy mégiscsak az a... Hú, bazd meg, nem fekete volt? nem tudom, várja. Ó, de jól néz ki. Arcfestést vállalom. Köszönöm, de nem kell magáznod engem. Tegezhetsz is. Úgy nézek ki, mint egy Snapchat filter. Tehát, hogy... Te jó ég, hallod... Luna! Én szerettem volna ezt fekete szemgolyót, de nem biztos, hogy ennek ez a megfelelő módja. De... Szerintem így már beválogattak volna ezzel a fejjel a 101 kis kutyába is, ahogy látom. Wuff! Wuff! Mi? Mutja a képet? Igen, itt kezdett meg a problémák. Szerintem valami got, csajt vagy srác kellett volna megkérnem. Nekik ez napi rutin, ez a fajta sminkeli. Jó, csavar még, persze! Font be, kontyold, miért, mit ne? De várjál, mert most... Segítsetek! Mondjuk ez így nem néz ki rosszul. Látod, nekem olyan cuki folt van. Nekem meg ilyen... Hol? Én meg itt meg vagyok nyomva rajta, nézd meg! Juhú, na! Tehát néz ki kamerából is. Szóval a halloweeni külön kiadás első része teljesülve. Most, hogy elkészült ez a sminkszoly Luna által, így... Lépjünk át a brownies póksütésre. Juhú! Ezt egy picit túlreagáltad, ezt a juhút. Nem? Itt csak kérdeztem. Nem akarsz a másik oldalról megölelni? Miért nem? Az elkészítés első feladata, hogy kitakarítsd a konyhát. Kitakarítod nekem a konyhát? Hát, ha nagyon muszáj, de zenét rak be hozzá. Jó. Hola chicos, itt vagyunk a Szabiest konyhába, és felvázolom nektek, hogy mi is kell egy tökéletes brownie elkészítéséhez. Az első és elengedhetetlen a szilikon öntőforma, ami már itt is termett a kezembe. Hát igen, ez egy kicsit halloweeni hangulatú, mert ilyen kis pókocskák vannak rajta, ebbe fogjuk tenni majd a tésztát. A következő nem más, mint a tojás, amit formon nevelkedett tyúkok alól szedünk ki, és mindenképpen figyeljetek arra, hogy ne kakas tojást vegyetek. A következő hozzávaló maga a brownie-sütéshez kellék a brownie por, ami szintén röpül a kezembe. Van hozzá egy ilyen kis csoki kellék. Hát szerintem majd ebből készül el a maga a tészta. Ahhoz, hogy ez a tészta összeálljon, szükségünk lesz egy kis vajra, vagy margarin. Tehát szükségünk lesz egy kis margarinra, amit fel kell lágyítani, hogy a tésztába majd krémesen bele tudjuk kavarni. És hogy a pókocskánk
tökéletesen nézzen ki, nem kell más, a tetejére egy cukormász, és itt láthatjátok is, és félek kimondani, hogy mi kell hozzá. A cukormászhoz nem kell semmi más, csak egy deci forró víz. Igen, most elég forró lesz a hangulat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a kis főzőket. Benned vesettem. Homályos. De most miért most megrajzolod a cuccot? Igen, amit ki akarok látni. Amíg te megrajzolod, én megmutatom, amit vettem, ilyen felfújható cuccot. Nyuti. Így milyen menő? Na, fogjunk bele a tök faragásba. Igen, és először meg kéne rajzolnom. De te most egy sima tököt csinálsz. Hát miért miért csináljak? Hát gondoltam, hogy kreatív leszel, és izé. És az hogy vágod ki, te szerencsétlen? Nem tudom, merjünk nagyot álmodni, én úgy vagyok vele. De te se tudod, hogy kell, csak mondod, hogy nem így kell. De tudom. Hát nézd már meg! Ne! Most meglöktél! Esik ki belőle a gedva. Hányja, fia, hányja! Basztus, ezt össze is kell majd takarítani. Jó, mert a tetetednek kirohadt a teteje. Mi az, hogy kirohadt a teteje? De ezzel mit csinálj? Szerintem meg kell fogni és így ököllel belenyúlni, nem? Vagy... Fúj! Ez nagyon gucsmós vagy. Belerogott a kezem. Nem. Egyébként meg a késem belerogott. Bowling. Ez a tök maragás nem biztos, hogy... Egy. Szabi, kiszúr. De várj, ezt tegyük be! Ezt... Szedd már ki a késem! Húzd meg! Nem tudom, mire vállalt. De basszus, nem áll a tollamra! Szabi! Egyébként minket ez miért zavar, ami benne van? Mit csináltál a hajammal? Semmit. Miért zavar minket az, ami benne van? Azért, mert akkor nem fog átlátszani, és nem tudsz belerakni gyertyát. Hát de, megfogod és belegyújtod, vagy nem tudom. És akkor felgyúlod a tököd. Fúj, és belelépt! Mutasd meg neki! Nem is látszik a kamerában. Elvérzek, gyerekek, elvérzek! De folytassuk egy igazi hőssel van dolgunk. Jó katona vérben is harcol. No, a szitu úgy néz ki, hogy tököt cseréltünk, és ugye én csinálom a Lunájét, a Luna meg most szedik ki az indákat. Ne gyújkálj már ki a tökömből! Kukatos! Mondjátok, hogy nem lett jó. Teljesen jó lett. Mekkora szájat csináltál neki? Hát basszus, hát ugye olyan, mint te, nagy a szája. Ez meg rohad, mint te. Szerintem ez meg rohad, mint te. Az enyémnek meg kéne egy sapka is. Ott van, ott lóg egy kalapcsú. És még jó is rá, ne csinálj. Na. Jó. Tegyél a szá... Figyelj, ezt beletesszük a szájába. Majd megcsúszol a tököd. Ez kajak csúszik. Ó, de szép. Ugye? És most elrakjuk a sapit. De. Van itt egy ilyen kis nádpálcika, vagy mi ez? Ez a... Nem, mi az? Na, igen, és most fogod felgyújtani. Az a baj, hogy a tiéd túl... De ne tököljél már, csinálj! A tiéd túl magas, és amíg ledobom, elalszik. Pacsi! Eljel még most, mert... Eljel. Nem voltam jó puzzle-be sose. Rákendre van. Így az enyémre még ráadjuk a kis sityakot is. Gyerekek, ez... És még ilyen is maradt. És még ilyen is rakunk. Tessék, még maradt ilyen kis fekete cucc, ezzel még azért kisminkelem az enyémet. Miért? Ez tök jól néz ki. Nem? Tehát így sokkal jobban néz ki, sokkal jobban hasonlít rám. A süti egyébként nem sokára elkészül, úgyhogy mennyi idő egyébként? Mert mióta hagytuk be? Bazd meg! No, elkészült volna a sütünk is, ami igazából elég érdekes volt. Mert olyan tekintetben, azt is megmutatom.
Tehát ez így kipúposodott a süti, és Luna jött az ötlete, hogy akkor ezt késsel vágjuk le. De igen, tehát nem kell annyira megtölteni a formát. De akkor most már kihűlt, most már megkóstolhatok. Megkóstolnak. Megfeledkeztünk itt nagy tökbegyújtás közben. Egyébként a teteje nem égett meg, csak az alja. De hogy lássátok egyébként, hogy ez nagyjából jól néz ki. Te várjál, nem bírom kivenni. Szerinted ez látszódik? Megpróbálom a fehér részen mutatni. Ott látszik. Kispók. De egyébként tényleg, ez full cuki, meg aranyos, meg minden ilyen. És amúgy finom is. És az a legjobb az egészben, hogy lehet játszani ilyen formásot. Van ilyen játék, tudod, amikor formákat kell. Amúgy finom, csak a textúrája nem épp egy browniehoz hasonló. És kihagytuk belőle a brownies csokikat. Nem minden. Szóval ennyi lett volna ez a halloweeni special kiadás. Sütöttünk pókot, csináltunk tököt. Mit csináltunk még? Ja igen, arcot, festettünk arcot, mint látjátok. Úgyhogy szerintem ez egy eredményes Halloween volt. Kupit is csináltunk. Igen, takarítottunk is, úgyhogy kifejezetten eredményes napunk volt. Szerintem még egyébként nem késő ahhoz, hogy leugorjatok a zöldségeshez tököt szerezni. Tehát szerezzetek valahonnan tököt, és faragjatok ti is egyet, tegyétek fel Instagramra. Akár küldjétek el nekem üzenetben, meg ilyen helyeken, vagy Facebookon. Én nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a tökére. Luna! Ezt nem így Luna. Akartam. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nézzetek meg a többi videómat is. Ja, Lunával lett volna ez a Halloween special videó, úgyhogy ja, kimondani meg mindent nem tudom. De ja, sziasztok, a közösségi oldalakon, amiket be tudtok követni, azok pedig most jönnek. Na, szevasztok! És nektek is sziasztok!